No, nincs is már várakozási egy idő. Folytassuk egy szóvivővel. Igen. Sipos Jenő van a telefonvonalban benne. Jó reggelt, szervusztok! Na látjátok, hallottátok Micit, Szabó Gabit, milyen nehéz volt lelőni. Nekünk milyen nehéz dolgunk volt, amikor interjút csinált velünk. Nálunk is ez volt, kötekedett, mindenre kíváncsi volt, nem akarta abba, hogy még előbb... Várjál, a kötekedés... tudtátok lelőni, hallod, hát ez volt a de Jenő, hát a kötekedés az nem ugyanaz, mint hogyha valaki kíváncsi valakinek az életére. Most csak azért ilyen nagy a szád... Igen, igen. Most csak... persze, jó értelemben mondtam. Ja. De te az első kötetben voltál benne, ugye? Igen, az első kötetben voltam, ez a megtiszteltetésért a többi 10 kollégával együtt, és amikor az első ötlet volt, hogy legyen egy könyv a szóvőkről, igazából hittem is, meg nem is, megmondom őszintén, amikor az első megkeresés jött, aztán egy remek könyv lett belőle, és tényleg egy olyan kiadvány, ami... A szóvőket úgy ismertük általában, vagy ismerjük általában, igen, amikor megszólalunk, amikor egy-egy rendezvényen, stúdióban beszélgetünk, de azt nem nagyon tudja senki, hogy honnan indult, milyen volt a gyerekkora, milyen családi háttér volt, és ebből az első kötetből mindenkiről képet kaphattunk. Én is megismertem a kollégáimnak a családi körülményeit, a munkakörülményeit és minden egyebet, úgyhogy hálás vagyok értelmétinek, hogy létrehozta ezt a könyvet, és kíváncsian várom a második kötetet is, mert olyan kötekedő volt és olyan alapos volt, mint az első kötetben, akkor egy izgalmas, érdekes olvasmány lesz mindenki számára. Képzeld el, ezt a 2.0-t Badár Sándor humorista úgy ajánlja, hogy nem hiszem, hogy szeretnék szóvivő lenni, pedig napi szinten hordom a szót. Ehhez képest te 26 éve hordod a szót szóvivőként, ami igazi rekord. Igen, hát elég régen ott vagyok a pályán. Először ugye a Vámi és Pénzügyi Ügyészség vonatkozásában, most pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség vonatkozásában. Egyik sem könnyű terület. A Pénzügyi Ügyészségnél is nagyon sok akcióban vettem részt. Tehát elsősorban ugye a határokon történt események, a kábítószer, cigarettafelderítések, a bűnözőkkel való kapcsolattartás, a felderítések kommunikálása. Nagyon komoly időszakod volt, Jenő, azt kell mondjam. Igen, ezt Robi, egy időszakot együtt éltünk át, és te is pontosan tudod, hogy miről beszélek, ugye sokat voltam nálad is vendégként. De azért mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik erre, vagy össze tudja rakni. De mindenki emlékszik. Mert ugye anno a Kékfénynek voltam ugye a műsorvezetője, és akkor a Jenő az állandó vendégünk volt ott a stúdióban, igen. Csak a zoomerek nem tudják, igazatok van. És most pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség, hát a labdarúgás is minden nap termel új információk, érdekli a szurkolókat Magyarországon, mindenki ért a focihoz, és ebben a területben is nagyon sok izgalom van. Sajnos most az a helyzet van ebben a járványhelyzetben, hogy leállt a nemzetközi és a hazai futballélet, sehol nincsenek mérkőzések, de meg kell érteni mindenkinek, hogy vannak most fontosabb dolgok, mint a labdarúgás, a sport, legyünk túl a járványon, a krízisen, és utána reméljük, hogy visszáll a normál kerékvárásba az élet, a szurkolók is mehetnek meccsekbe, a játékosok pedig edzhetnek és mérkőzéseket játszhatnak, de most nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy megállítsuk a járvány terjedését, és mindenki tegye meg, amit megtett ebben a helyzetben. Lehet, hogy én csacskaságot kérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor még edzések sincsenek, ugye? Igen, ezt kértük a kluboktól, egészségügyi orvosi tanácsra, hogy ne legyenek személyes érintkezések, és ne tartsanak edzéseket, minden játékos a lakó környezetében oldja meg egyénileg. Persze tudjuk, hogy ez nem olyan, mikor a csapat edz egy pályán, de mégis a szinten tartása, a kondiban tartása van egyfajta lehetőség. Erőnléti edzők, különböző szakemberek küldik mondjár most már ugye a gyakorlatokat, hogy mi az, amit a lakásban, mi az, amit a kertben, az udvaron el lehet végezni, és így próbálják formában tartani magukat a játékosok. Egyetlen kérdése nem lehet most válaszolni, az, hogy meddig fog tartani a helyzet, mert sok kérdést kapok mostanában, hogy körülbelül mikor folytatódott a bajnokság, ugye láttuk, hogy már az UEFA is döntött, elhalasztotta az Európa bajnokságot, ugye mit lett volna 2020-ban Budapesten az egyik helyszín, a bajnokok ligája döntő, Európa Liga döntő halasztásnak, hogy most halljuk az olimpia is. Jenő, hadd teszteljem a szóvivői képességeidet, mentális talpon maradásodat, kapom a mémeket sorban, kaptam egy ilyet, el is mentettem. Áll a labdarúgó válogatott, és a szöveg alatt az. A magyar labdarúgó válogatott 1986-ban járt utoljára VB-n. Ha nekik sikerült ennyi ideig otthon maradni, te is meg tudod csinálni. Igen, ez már napok óta kering nálunk is körbe-körbe, úgyhogy láttam már én is ezt
ezt a mémet, és hát még nagyon sok más is fölbukkant itt az elmúlt időszakban. Jó az, hogyha egy kicsit humorosra vesszük, meg viccelgetünk ebben az időszakban, és nem csak óránként ömlik rá. Ez igaz, egy 8 volt, nem voltunk VB-n, de azért 2016-ot jó visszanézni, mert most a televízió mennek a meccsek, úgyhogy örömmel nézzük, és hát bízunk benne, hogy rendeződik majd a helyzete, hogy mikor, azt most senki nem tudja egyelőre megmondani. Jenő drága, köszönjük, nagyon szépen Jenő. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, vigyázz magadra, üdv az egész családnak, sportolóknak, focistáknak, rajongóknak, mindenkinek. Gratulálunk a hosszú karrieretet. Nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. És holnap reggel találkozunk, viszontlátásra. Maradjanak otthon, van tévéjük, nézzék a tévét, az ATV műsorait. És vigyázzanak a gyerekeikre, ezt minden reggel elmondom, sok türelemmel. Sok-sok türelemmel. Mindenkire, vigyázzon mindenki mindenkire.